minden kedves nézőt, diákot, szülőt egyaránt nagyon nagy szeretettel köszöntök a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumból. Közel 300 diák népesíti be ezt a több mint 100 éves, de gyönyörűen felújított épületet. A Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium következő tanévben is 2 osztályt indít, egy 6 évfolyamos és egy 4 évfolyamos osztályt. Mind a 2 osztálynak sajátossága, hogy az első idegen nyelvet magasabb óraszámban fogják tanulni a diákok. Ez egy alapvető feltétel már ahhoz, hogy tovább tudjon tanulni valaki felsőoktatási intézményben. Természetesen 11. évfolyamtól választhatnak majd ezek a diákok valamilyen fakultációs tantárgyat, érettségi felkészítést is a továbbtanulás irányának megfelelően. Ehhez azonban először felvételt kell nyerni a középiskolába. Az idén először, pár év óta először mi is felvételi vizsgát szeretnénk tartani, írásbeli felvételi vizsgát mind a 2 tagozaton, illetve a 6 év folyamosok számára egy rövid kis szóbeli elbeszélgetést is, ha ezt a járványhelyzet majd lehetővé teszi. Így tehát a felvételi vizsga eredménye és az általános iskolából hozott eredmény alapján fogjuk eldönteni, hogy ki hol áll a rangsorban és kit tudunk felvenni a gimnáziumba. Annak érdekében, hogy ez a felvételi, írásbeli felvételi vizsga jól sikerüljön és ne legyen tényleg egy kudarc élmény, már október eleje óta felvételi előkészítőt tartunk minden héten, egyik héten magyarból, másik héten pedig matematikából. Nem személyes jelenlét formájában oldjuk meg, hiszen ezt nem lehet ebben a helyzetben, hanem online. Tehát a Zoom nevű platformon keresztül segítenek a kollégák, külön a 6 évfolyamos csoportnak, külön a 4 évfolyamosra jelentkező csoportnak készülni a felvételire. Ideig úgy tűnik, hogy nagyon aktívak és érdeklődőek a diákok, hiszen valószínűleg már ismerik ezt a platformot a tavaszi időszakból. Ez a felvételi előkészítő tehát segíthet abban, hogy egy kicsit jobban tudjanak koncentrálni ezekre a nem is annyira tantárgyakhoz, mint inkább a matematikai logikát, a nyelvi, magyar nyelvi képességeket, készségeket megmozgató vizsgára a gyerekek. Tehát tulajdonképpen ez nem fog teljesen megegyezni majd a tanulmányi eredménnyel, hiszen ez másfajta képességeket fog mérni. Reméljük, hogy mindenkinek jól fog sikerülni, és fel tudjuk venni a hozzánk első helyen jelentkező diákokat. Ha ez a felvételi vizsga sikerült és felvettük a diákokat, akkor egy jó hangulatú, a diákokra odafigyelő iskola tanulói tagjai lehetnek, és egy olyan, azt gondolom diákokkal egyetértésben, egy olyan bizalommal teli légkör veszi majd körül őket, ahol lehet hibázni, lehet valamit rosszul csinálni, de van rá lehetőség, hogy ezt kijavítsák. És a bizalom ilyenkor továbbra is megmarad, és ez nagyon-nagyon fontos, azt gondolom. Van lehetőség arra ebben az iskolában, hogy mindenki megtalálja a maga útját, azt, amin ő szeretne majd a továbbiakban járni. Megtalálja mindenki azt, hogy miben jó, mik azok a képességei, amik majd lehetővé teszik, hogy tovább tanuljon bizonyos irányban, és megtalálja a maga hivatását, szakmáját. Szeretnénk ebben segíteni, és úgy gondolom, hogy úgy látom, hogy a továbbtanulás irányát tekintve, hogy tudunk is sokat segíteni a gyerekeknek abban, hogy tényleg megtalálják a saját érdeklődési körüket, a saját útjukat, hiszen az érettségizett diákoknak nagyon nagy hányadát fölveszik egyetemekre, főiskolákra, elvétve akad néhány olyan diák, aki valamilyen oknál fogva dolgozni szeretne az érettségi után.
Nagyon sokan jelentkeznek egyetemre, főiskolára, illetve felsőoktatási szakképzésre is, hiszen találnak olyan szakokat, olyan lehetőségeket, amelyek elvégzése után egyetemen, főiskolán tudják tovább folytatni tanulmányaikat. Tehát ebben a felkészülési folyamatban nagyon nagy szerepe van a tanórákon kívül, a tanórán kívüli tevékenységeknek is. Ezeket a tevékenységeket is úgy válogatjuk össze, olyan módon szervezzük, hogy hozzájáruljon a gyerekeknek a fejlődéséhez, hozzájáruljon ahhoz, hogy képesek legyenek majd pályát választani. Valóban a képességeiknek, munkabírásoknak, szorgalmuknak megfelelő pályát tudjanak választani. Bár ebben a helyzetben most nagyon sok iskolán kívüli program értelemszerűen elmarad, de már alig várjuk, hogy véget érjen ez az időszak, és reméljük, hogy tavasszal folytatódhatnak ezek a tanórán és iskolán kívüli programok, amelyekhez a pénzügyi fedezetet az intézmény fenntartója, a Pécsi Egyházmegye biztosítja, hiszen együttműködve az Egyházmegye oktatási irodájával nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy tényleg olyan programok álljanak a gyerekek rendelkezésére, amelyek hozzájárulnak a személyiségük fejlődéséhez, hozzájáruljanak ahhoz, hogy eredményesen tudjanak majd tovább tanulni. Nagyon nagy szeretettel várunk minden diákot, aki még nem tudja pontosan, hogy mit szeretne csinálni majd a jövőben, mivel szeretne foglalkozni, illetve várjuk nagyon nagy szeretettel azokat a diákokat, akik szeretnék, ha odafigyelnének rájuk, akik szeretnék megkapni további fejlődésükhöz a szükséges egyéni odafigyelést, támogatást és természetesen kiváló oktatást. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk tehát a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban, ehhez azonban december 4-éig az írásbeli vizsgára való jelentkezési lapot el kell küldeni.